A középkori francia királyi udvart idézték meg a táncosok az apácai ünnepségén. Az iskolában nem csak táncolnak, hanem 30 éve francia nyelvet is tanulnak a fiatalok. Ezért indult itt tavaly két tannyelvű francia-magyar képzés. Mivel 30 éve folyik a francia nyelv oktatása intézményben, megalapozta azt a biztos tulajdonképp jövőképet, amelyet a francia két tannyelvű képvisel. Az első indulásunkkor 25 fő jelentkezett, ezt én egy nagyon jó számnak tartom, és amely a lényeg, hogy egy fővel is, de 26-an folytatják a tanulmányaikat, úgyhogy közel 50 tanuló, 51 pontosan a számuk, és 130-an tanulják még a francia nyelvet az intézményben. Nagy öröm ez számunkra, és azt gondolom, hogy mindig jól képviselik az intézményt a éppen aktuális idegen nyelvi versenyeken. Ehhez pedig ugye szükséges volt a megfelelő tanári képesítés, amelyet Kutasi Angéla indított el a intézményünk, és most már mondhatjuk, egy kis csoportgrup van a francia nyelvoktatóknál, lektorokkal együtt most már 5-en végzik a francia nyelv és a közismereti tárgyak oktatását. Ének és nyelvtudásokat is bemutatták pénteken az intézménybe látogató nagykövetnek. A diplomata azt mondta, nagyon büszke arra, hogy az ország egyetlen francia kéttannyelvű általános iskolája Nyíregyházán működik, amely példa is minta lehet azoknak az intézményeknek, amelyek esetleg később indítják el ezt a típusú képzést. Nagyon örülök annak, hogy itt lehettem, és én avathattam fel korábban az ország eddigi egyetlen két tannyelvű általános iskoláját. Két évvel ezelőtt voltam itt legutóbb, akkor még csak terv volt a képzés elindítása. Most nagyon boldog vagyok attól, hogy az álom valóra válhatott. Mindezt az álmot úgy sikerült elérni, hogy az elmúlt másfél év a járvány miatt is terhelt volt. Nagyon bízom abban, hogy lesz még olyan általános iskola az országban, ahol elindítják a két tannyelvű képzést. Ha így lesz, akkor Nyíregyháza modellként szolgálhat számukra. Fontos az is, hogy a gyermekek megérezzék. Az angol nyelv tanulása szükséges, de nagyon szép és izgalmas a francia elsajátítása is. Több lesz az ember azzal, ha nyelveket, kultúrákat ismer meg. Az intézmény vezetője azt mondta, a két tannyelvű képzés abban több, mint az emelt szintű, hogy nem csak a nyelvet, hanem egyes közismereti tárgyakat is franciául tanulnak a diákok. Eleve magasabb óraszámban, heti óraszámban tanulják, ez 5 órát jelent. Egy nagyszerű forgatókönyv szerint, hiszen csoportbontással történik a magyar és a matematika órán, tehát ez az előbb említett számadatok lefeleződnek, és az egyik fele a francia órára megy, még a másik csoport éppen az aktuális magyar, tehát tulajdonképpen ez tehetséggondozásra is nagyszerű, hiszen nagyobb óraszámban tanulják, illetve a kisebb létszám miatt pedig hatékonyabban úgy a nyelvet, mint ahogy az említett szaktárgyakat is, és ez lökést adhat a gyerek kibontakozására összekapcsolva a művészetekkel vagy a sporttal. Az intézményben idén 4 első osztály indult, közülük az egyik francia-magyar két tannyelvű. Az iskolában emellett angol és német nyelvet is lehet tanulni.